Elhagyom az egyetemet, a francba mindennel! Akkor én is elmegyek. Miért vagytok összezsúfolódva? Menjetek, pakoljatok össze! Az egyetemet bezártam, én zártam be, és ti már nem vagytok a diákjai. Mi ez a gyűlés már megint? Fagyit kell árulnunk! Milyen fagyit? Nekünk nincs fagyink, limonádét árulunk. Ó, igen, pontosan, limonádét. Hol van Amina? Igen, összehívott minket, de nem jött el. Szóval, srácok, mint tudjátok, Camille elhagyta az egyetemet Mr. Max miatt. És vissza kell hoznunk őt. Igen, minden áron vissza kell szereznünk. Igen, mert ő a mi tesónk. Miért is kéne visszahoznunk? Ő a tesótok, szóval csináljátok. Mert ez az egyetem egy nagy család. Szemetek. Lányok, velünk vagytok? A srácoknak igazuk van, vissza kell hoznunk Camille-t unalmas nélküle. Kész vagyok segíteni, és te, Laura? Rendben, én is kész vagyok segíteni. Ha a barátnőm kész rá, akkor én is segítek, Laura. Benz, te olyan kedves vagy. És mi nem segítünk. Van fontosabb dolgunk is. Mandy, mondj nekik valamit. Ha nem akartok segíteni nekünk, hogy Camille-t visszajuttassuk az egyetemre, akkor felkerülsz a fekete listámra, örökre. Nem akarunk fekete listára kerülni. Akkor egyezetek bele. Veletek vagyunk. Vesztesek, velünk vagytok. Mi mindig Camille mellett állunk. Amikor a kosarasok bosszantottak minket, Camille mindig kiállt értünk. Camille az én szerelmem. Mi? Mi? Ezt nem értettem, Streber. Belezúgtál az én Camillomba? Nem, csak tetszik. Én is lány vagyok, és lehet, hogy nekem is tetszenek a fiúk. Röviden, azt javaslom, hogy tanítsd meg Mr. Maxot az életre, és ne törődj vele, amíg Camille vissza nem ér az egyetemre. És aki előbb feladja, az a vesztes. Elhúzer! Azoknak, akik nem értették. Ennyi, srácok. Istenem, de finom. Jégkrém, jégkrém, finom jégkrém. Bubble, ne egyél már fagyit, mert megeszed az egészet. Dylan, nem tudok megállni, nagyon finom. Olyan falánk vagy. Sziasztok, srácok. Sziasztok, srácok. Már nem árulsz limonádét? Most nem, és most már csak fagyit adunk, mert az a legjobb. Szeretnéd, ha téged is meghívnánk? Bubble, megőrültél? Ingyen akarsz fagyit adni nekik? Dylan, ne szólj bele, jobban tudom. Persze, hogy akarjuk. Nagyon finom! És gyönyörű! Köszi srácok! Dylan és Bubble, mit csináltok? Miért nem limonádét árultok? Punka, úgy döntöttünk, hogy először fagyit adunk, és utána árulunk limonádét. Tessék, kóstold meg! Nagyon finom! Köszi srácok! Amikor eladtátok az egészet, akkor gyertek limonádét árulni. Bubble, ne egyél már fagyit! Nem csak neked van! Szuper! Aha! Szia, Mandy! Mandy, szia! Nem beszélek magával. Miért nem? Ugyanazért. Na és? Akkor ne tedd. Megoldom nélküled is. És tudod mit? Te egy nagyon rossz adminisztrátor vagy. Ki foglak rúgni? Én magam mondok le, mert nem akarok többé az adminisztrátora lenni. És kijelölök egy új egyetemi adminisztrátort. Ó, Ponka, gyere ide! Gratulálok, te vagy az új adminisztrátor. Hát én sem akarok az adminisztrátora lenni, Max tanár úr. Punka, elment az eszed? Mindig is egyetemi adminisztrátor akartál lenni. Már nem. Minden tiszta. Nos, a biciklim felrobbant, és 10 kilométert gyalogoltam haza. Oho! Ó, sziasztok, srácok! Sziasztok, mi a helyzet? Látom, pizzát esztek, talán osztoztok egy szeletet Mr. Max-el? Max tanár úr, ez nem a maga pizzája. Szereti a pizzát? Akkor rendeljen és egye meg. Ez mind a miénk. Igen, és nem fogjuk megosztani magával. Egy darab pizza a tanárodnak nagy dolog. Igen, az! Menjünk innen, srácok! Túl zsúfolt lett a hely. Ezt nem vártuk volna. Elment az étvágyam.
Akkor menjetek! Egyáltalán nem engedem meg, hogy pizzát áruljatok az egyetemen. Csak brokkolit és karfiolt fogtok enni. Egészséges táplálkozás! Nem érdekel minket! Dobd el gyorsabban! Várjátok, nem látjátok? A barátném most tanul kosárlabdázni. Laura, gyere! Menni fog! Igen, most megpróbálom. Ez most először sikerült! Láttátok, mire képes a barátnőm? Fiúk, én is meg akarok tanulni kosarazni, ki fog engem megtanítani? Én! Doug, hova mész? Egyáltalán nem tudsz kosarazni. Gyerünk, Olive, megtanítalak. Röviden, Olive, kosarazni könnyű. Csak fogsz egy labdát és dobod, érted? Dancenek büdös a hónalja! Büdös! Büdös vagy! Igazából fertőtlenítőszert használok, és minden edzés után lezuhanyozom. Dobd oda, Olive! Új! Olive, állj fel! Dance, te egy komplett idióta vagy! Én nem! Ó, sziasztok, srácok! Kosarasztok? Ha valaki, akkor én veletek vagyok. Elkésett, Mr. Max! Már végeztünk! Gyerünk, srácok! Laura, Olive, talán röplabdázhatnánk? Jól tudok játszani. Nem fogunk magával játszani. Mi folyik itt? Megegyeztetek? Gyertek vissza, srácok! Rossz ember! Rendben, akkor egyedül játszom. Nélkületek. Ez még viccesebb. Nem érdekel minket. És a kosárlabda pályát is bezárom, és nem lesz többi kosárlabda. Nem akarunk veletek játszani, nem kell! Limonádé, limonádé, finom limonádé! Ó, sziasztok, srácok! Nos, hogy megy a kereskedés? Sok pénzt kerestetek már? Eleget! Nos, akkor töltsetek a kedvenc tanárotoknak egy pohár limonádét, a legfinomabbat! Én csak abból kérek! Sajnos a limonádé elfogyott. Kár, hogy elkéstem. Ó, megkínálsz egy kis popcornnal? A popcorn nem ízletes, ezért nem ajánljuk, hogy megegye. Hasmenést okozhat. Akkor segítek eltávolítani. Rendben, srácok, ebédszünet. Minden világos. Mindannyian összeesküdtetek ellenem Camille miatt. Ennyi, bezárom a boltokat, és nincs több limonádé vagy fagyi. Semmi, még popcorn se, és nem érdekel a hasmenés. Hé, hey, jön Mr. Max! Ennyi volt. Elfogyott a türelmem. Bezárom az egyetemet és elmegyek innen. Meglátod, majd meg akarják védeni Camille-t. Hallottátok ezt? Be akarja zárni az egyetemet? Ezt mi nem fogjuk hagyni! És találunk egy új tanárt, sokkal jobbat, mint Max tanár úr. Igen, hadd menjen ki az egyetemről. Egyetértek, nem akarok az adminisztrátora lenni. Tök jó, megtanítottuk. Viszlát, egyetem. Miért vagytok összezsúfolódva? Menjetek, pakoljatok össze, a kampusz bezárt, én zártam be. És ti már nem vagytok a diákjai. Nem megyünk el. A kampusz mi vagyunk. Akkor maradjatok, én pedig elmegyek. Menjen, csak arra vigyázzon, hogy ne botoljon meg. Én már nem vagyok a tanárotok, és ti sem vagytok a diákjaim. Mindig is mondtam, hogy megszegy nyafogó. Be fogom zárni az egyetemet, és nem fogtok itt tanulni többé. Elegem van belőletek. Beteg, jobb, ha csendben marad. Akkor mondd meg nekik, hogy bezárom az egyetemet, és nem tanulhatnak itt. Egyelőre nem kezdhet el dolgozni, mert sok törése és zúzódása van. Tényleg hosszú időre kórházba viszik? Tényleg. Talán fél évre, talán egy évre. Gyerünk! Hamarosan visszajövök! Halló, Camille, tesó, gyere vissza az egyetemre! Max leesett a lépcsőn, eltörte a lábát, és úgy tűnik, örökre kórházba került. Aha, megvagy. Szerintem ez Max tanár úr hibája, nem kellett volna leesni a lépcsőről. Viszlát, Max! Király, Camille majd visszajön az egyetemre.
Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a csengőt és várd az új részeket! Sziasztok! Én megyek, találkozok Camille-el! Puzzle, veled vagyok! Say no!